A legszebb magyar várak és kastélyok költöztek Diósgyőrvárába. A lovak terem impozáns terébe visszatért a goblenny művészet. A kazincbarcikai alkotók kiállítása Miskolcon látható. Először Diósgyőr után Edelényben, majd Budapesten is megmutatják a borsodi hölgyek tehetségüket. Nagy Lajos idején a hölgyek goblein készítésével töltötték idejük nagy részét. A műfaj így tulajdonképpen hazatért a vándor kiállításnak köszönhetően. Amit itt látnak, ez művészet. Ezt varni, nagyon sokan gobleneznek, rengetegen, de ezt varni, ezt nagyon kevesen tudják. Tehát 8 évvel ezelőtt, mikor mi is megalakultunk, mi is 18-20 voltunk, de akkor csak öltögettünk, mamis módon varrogattunk. És akkor úgy szépen fejlődött a csoport, és ahogy mi fejlődtünk, a magja maradt meg. Azok, akik fejlődni, megújulni akartak. Az aprólékos művészi alkotások hetekig készülnek, napi 10-12 óra munkával. A kör 9 nyugdíjas hölgye pedig már második vándor kiállításán mutatja be tehetségét. Nagyon nagy dolog az, amikor egy pár ember összeáll és elkezd valamit alkotni, amit nem csak önmaguknak készítenek, hanem szeretnének hátrahagyni, és szeretnének bemutatni többeknek, sokaknak, és ami sokkal fontosabb, az utókornak is. A tárlat megnyitója Miskolc alpolgármestere a kiállítás turisztikai értékéről és a hazai tájak szépségéről is szólt. A hazánk tájainak olyan gyönyörűségeit tudják önök is bemutatni, például várakon és kastélyokon keresztül, amelyre mindenkit buzdítok, hogyha teheti, és van ideje, menjen el és nézze meg. Mert ennél szebbet úgysem találunk. Lehet menni sok felé még a világban, sok gyönyörűséget lehet tapasztalni, de a legszebb úgyis itthon van nálunk Magyarországon. A kör tagjai 18 képet készítettek a kiállításra. A képekben pedig ott vannak a lakók is, akik korabeli ruhákban és környezetben idézik a múltat. A kiállítás március 24-ig tekinthető meg.